Cseresznyefa árnyékában. Kedves gyerekek! Ma este egy újabb történetet olvasunk nektek a Cseresznyefa árnyékában című könyvből. A ma esti mesénk címe: Az eltűnt kabinpénz. Harsány meleggel köszöntött a nyár a vakációjukat megkezdő gyerekeket. A napsugarai táncot jártak Pami ablakán, és az ágyban fekvő kislány orrocskáját csiklandozták kelj gyorsan, játsz velem, üzente, és sugarait gyönyörű színekre bontotta szét. A kislány ágya mellett a falon picike szivárvány rajzolódott ki, ahogy anyuka becsukta az erkélyajtót. Olyan jó idő van, ha akarod, elmehetünk ma fürödni a strandra. A barátnőidet is elhívhatod mondta anya vidáman, miközben összekészítette az uzsonnás kosarat. Aminak bizony nem kellett kétszer mondani. Hopp, kiugrott az ágyból, s rövidesen szalmakalapban, a hóna alatt strandlabdát szorongatva állt a liftajtó előtt. Az oszoda előtt már várta őt Márti a nagynényével, Marika nénivel. Ő nevelte Mártit öt éves korától, s úgy szerette, mintha saját gyermeke lett volna. A kislány úgy is szólította őt, hogy anya. A strandon önfelett játékkal, lubickolással telt a nap. A gyerekek vízi csúszdáztak, labdáztak, hatalmas talpasokat ugrottak és tollasoztak, És amikor megéheztek, finom barackot és főt kukoricát ettek. Volt is tiltakozás, amikor a késő délutáni árnyak rá telepettek a medence vízére. Anya, kérlek, csak még egy utolsót hadd a vízben. Léci, léci, könyörögtek a lányok. Rendben, de utána öltözködés. Enyhültek meg az anyukák. Míg ők a hajukat szárítgatták és beszélgettek, a lányok pancsoltak még egyet, majd elmentek öltözködni. Rendbe szedték magukat, ügyesen bezárták az öltözőszekrényt, majd leadták kulcsait. Meglepődtek, amikor visszakaptak ezer forintot, amit szüleik helyeztek letétbe a kabinos néninél. A sok pénz láttán Mártinak először hatalmasra kerekedett a szeme. Nem értette, miért kapnak a távozásért pénzt, de Pami elmagyarázta. Figyelj, ezt anyukám fizette be a szekrény használatért cserébe. Úgy hívják, hogy letét vagy kabinpénz. Erre azért van szükség, hogyha elveszne az öltöző szekrény kulcsa, az árából újat tudjanak csináltatni. De ha nem veszítik el a fürdőzők a kulcsot, akkor ez a pénz visszajár. Márti izgatottan tekingetett ide, oda, mintha azt figyelné, nem látja -e valaki a gondolatait. Sűrű, fekete hajacskája alatt az agya gyorsan kombinált. Elképzelte, mi mindent lehetne venni ilyen sok pénzen hegyként magasodó csokoládékat, emeletes tortákat, csipszet, nyalókákat képzelt maga elé. 2000 forintja még soha nem volt. Marika néni kis nyugdíját jól be kell osztani, csak ritkán tellett nasira. Márti újra körbenézett, nem hallja el őket valaki. Miután meggyőződött arról, hogy senki sincs a közelben, barátnője fülébe súgta. Te, Pami, ne adjuk oda anyukádnak ezt a pénzt. Már biztosan meg is feledkezett róla. Tartsuk meg magunknak, és vegyünk rajta édességet. Pami belepirult a hallottakba. Hogyan is tehetne ilyet? Miért csapná be az édesanyját, aki mindenben a kedvében szokott járni? De Márti egyre határozattabb volt. Gondold meg, még moziba is elmehetnénk, csak mi ketten – te, látod már a két lotti című filmet? Éppen most játszák a moziban. Pamiban érezhető volt némi bizonytalanság. Gondold meg, lehet, hogy soha többé nem lesz ilyen nagyszerű lehetőségünk. Most lenne rá pénzünk is, és ilyen jó filmet tényleg csak ritkán vetítenek. A film amúgy arról szól, hogy egy ikerpár, akik különböző földrészeken élnek, nem is tudnak egymás létezéséről, és egy nyári táborban összetalálkoznak. Ezt neked is látnod kell. Akár velünk is megtörténhetne, súlykolta Márti hízelgő hangon. Most már Pami is csak a filmre tudott gondolni a kényelmes, süppedős ülésre, a pattogatott kukoricára, amit a film alatt majd szolgatnak, majd szinte érezte az illatát. Tényleg jó lenne Mártival moziba menni, csak ők ketten. Pami tudta, hogy becsapná édesanyját, ha megtartaná a kabinpénzt, és az nem lenne becsületes dolog. Azzal is tisztában volt, hogy büntetés érdemelne ezért mégsem tudott barátnője csábításának ellenállni. Mielőtt válaszolhatott volna Mártinak, anya megállt mellette, puhán vállára tette a kezét, és egy puszit nyomott a homlokára. Nos, lányok, mehetünk? A kiáratnál lehet kapni patogatott kukoricát. Szeretnétek enni? Erről jut eszembe, visszakaptátok a kabin pénzt? kérdezte kedvesen. Ö, nem, nem kaptunk vissza semmit. Sajnos elveszítettük a kulcsot, miután felöltöztünk. Hazudott, szemrebben és nélkül Márti. Pami fülig elpirult, és anyja tekintetét kerülve mereven nézett maga elé a földre. Menjetek csak előre, visszaszaladok, megnézem én is, nem esette az öltöző pad alá, ajánkozott Pami édesanyja. Míg ő visszament, Marika néni megvette a patogatott kukoricát. Márti felszabadultan tömkötte, duci arcába a ropogós csemegét, de pamé csak émmel ámmal falatozott belőle. Zavarta a kukorica pörkölt illata, amit máskor olyan nagyon szeretett. Égette a zsebét a 2000 forintos, amit Márti a nadrágjába csúsztatott. Most mi lesz? Mindenképpen ki fog derülni az igazság, reszketett. Szinte belesült arcába a szégyen, de Márti határozott, ravasz tekintete, mintha megparancsolta volna neki, hogy ne legyen őszinte. Bárcsak hazaérnének már. Nincs semmiféle kabinpénz, hozta a hírt Marika néni. Azt mondták, egy fekete hajú kislány már felvette. Ezt miért hallgattad el, Márti? Mártinak a szemeserebbent nagy gyakorlata volt már a füllentésben. Ellenben Pami arca vörösről fal fehérre változott, a rosszul lét környékezte. Elszégyelte magát, főként azért, mert eszükbe sem jutott, hogy a becsületes utat választák. Szinte a nyelvén volt a szó. Anya, bocsáss meg! S már nyúlt is a zsebébe, hogy odaadja anyjának a gyűrött papírpénzt, amikor Márti határozott hangja belé folytotta a szót. A pénztáros néni biztosan összekevert bennünket, és egy másik kislánynak adta oda, mert nekünk semmiféle pénzt nem adott. Ennek hallatán Pami keze hirtelen megállt a zsebében, és üresen visszahúzta. Édesanyja kereste a lány tekintetét, hogy ő miképpen vélekedik a történtekről, de Pami annyira szégyelte magát, hogy még most sem mert a szemébe nézni. Hát, Sajnálom, lányok, pedig egy hét múlva Márti születésnapja lesz, és arra gondoltam, elmehettetek volna együtt ebből a pénzből moziba, utána meg fagyizni. De mivel a pénztáros néni összekevert benneteket, ennek bizony lőttek. Vami eközben majd elsüllyed szégyenében, hogy barátnője füllentése őt is megbénította a beismerésben. S már nem csak a lopás égette a szívét, hanem a gyávaság is. Másnap Mártival a kabinpénzből moziba mentek, ahogyan kitervelték. Nagy bödör patogatott kukoricával ültek be a hátsó sor legsötétebb sarkába. Márti felszabadultan adta át magát a szórakozásnak, míg Pami lehangoltan, szomorúan bámult mindvégig a fémbászorra. Mikor ahhoz a jelenethez érkeztek, ahol az ikerlányok elbújnak egy tengerparti világító toronyban, és nagy vihar csapna rájuk, amit félelmek kezdték gyötörni. Ez a kis felelőtlen játék, szórakozás akár az ikrek életébe is kerülhetett volna. Több magában, miközben borzongva gondolt saját csintevésükre. A szíve gyorsabban kalapált, szinte visszajelzéseket küldött tudom, addig nem nyugszom, amíg el nem mondhatom, hogy mi tettük el a pénzt. Milyen kár, hogy tegnap gyáva voltam bevallani. Alig várta, hogy hazaérjen. Pami édesanyja gondterhelten ült a konyhában kislányára várva. Hol lehetett már ilyen sokáig? Tűnődött, mikor csattant a liftajtó, és Pami berontott. Egyenesen édesanyja karjaiba szaladt anya, bocsáss meg, kérlek, bocsáss meg, fakadt ki belőle, köszönés helyett is a bocsánat kérés. Mi tettük el az úszodában a kapjunk pénzt, és hazudtunk neked, hogy nem kaptuk vissza. Elköltöttük, de szeretném valahogy jóvá tenni. Lehetséges. Hadarta, és ahogy kimondta, megkönnyebbült. Mintha csak egy gondokkal teli, hatalmas papírzsákot durantott volna szét. Nem érdekeltem, mi lesz a következménye, hogy milyen büntetésre számíthat, csak azt számított, hogy ez a mázsás súly ne nyomja tovább a lelkét. A szemében hatalmas könycseppek gyülekeztek, majd egyesével legördültek aggódó arcán. Őszintességét látva édesanyja is megkönnyebbült. Magához ölelte kislányát, majd mélyen a szemébe nézett. Én mindvégig tudtam, csak vártam, hogy mikor mondod el. Ami elhatározta, hogy soha többé nem akar ilyen súlyos terhet cipelni a lelkében, mint amiben ez a kis szórakozás került. Gyerekek, mindig jobb az egyenes utat követni, mindig jobb őszinte lenni, mint hazugságba belekeveredni. Legyetek ti is mindig őszinték, egymással is, anyukátokkal is, barátaitokkal is. Higgyétek el, Megéri. Jó éjszakát nektek!